Sziasztok! Már jó sokan tudjátok rólam, hogy ugyebár elköltöztem otthonról másfél éve, és az érdekes az, hogy soha nem volt ilyen lakástúr, vagy bármi olyasmi videó, amiben megmutatom nektek, hogy milyen is a hely, ahol lakom jelenleg. És ennek úgy konkrét oka nincsen, talán csak azért nem jutott az eszembe, mert egy kicsit nekem ez már ilyen privát tér. Szóval, hogy így minden cuccom itt van, meg úgy az életem, és nem annyira szeretném ezt már mutogatni. Viszont ugye az előző videóban Panni mutatta meg a belgiumi otthonát nektek is. Én pedig arra gondoltam, hogy nem az egész lakást, de pár részét, amit karácsonyiasra kidekorálok, azt megmutatom nektek, tehát konkrétan együtt fogjuk kidekorálni a lakást. Mivel külön lakom, ezért karácsonyra nyilván hazautazom a családhoz, és az egész hetet ott töltöm, úgyhogy itt felesleges lenne bármilyen karácsonyi fát állítanom, vagy mármint, hogy nem felesleges lenne, hanem hogy akkor már karácsonykor felesleges lenne, nem is tudnék, mert nem vagyok itt fizikailag. Úgyhogy pont ezért már tavaly is azt csináltam, hogy a hónap elején szépen lerakom a finom illatú gyertyáimat, meg felaggatom az égőket, meg minden ilyesmi, csak hogy így hangolódjak, és amikor hazaérek, akkor sokkal jobb lesz a kedvem attól, hogy így a karácsonyi dolgok körbevesznek. Szóval arra gondoltam, hogy gyorsan megmutatom nektek, hogy miket vettem idén, illetve mik maradtak tavalyról, és aztán pedig így a teljes feldíszített lakást körbejárjuk, hogy ti is tudjatok ebből inspirálódni. Viszont a leírásban megtaláljátok egy lejátszási listában az összes karácsonyi videót, ugye már 5 éve videózunk Pannival, szóval elég sok összegyűlt, és az összeset tehát beraktam egy listába, úgyhogy ott bőven fogtok találni még DIY-t, meg mézes karácsütést még tavalyról, meg egyéb dekorálós ötleteket, úgyhogy, és ajándékötleteket is, szóval azokat azért érdemes megnézni, mert idén nem akarjuk már ismételni önmagunkat, tehát hogyha idén bármilyen karácsonyi videót csinálunk, az nem ugyanaz lesz, ugye, mint a korábbiak, és hogy nem maradjatok le semmiről, szerintem azokat érdemes így végignézni. Még mielőtt elkezdjük, kettő dolgot szeretnék kiemelni. Úgy konkrétan karácsonyi témájú videó, ez az első tőlem a csatornán, szóval megragadnám az alkalmat, hogy valami hasznos dolgot is mondjak. Mint tudjuk, a karácsony nem csak a dekorálásról, nem csak az ajándékokról, meg az adakozásról, meg bármi ilyesmiről szól, hanem egy kicsit arról is szerintem, hogy magunkban elgondolkozunk, hogy így összefoglaljuk az évet, hogy mi volt az, amit jól tettünk, amit nem tettünk jól, miért vagyunk hálásak. És na mindegy, nagyon sokat gondolkoztam mostanában így magamon, hogy így magamban milyen ember vagyok, és rájöttem, hogy egy dolog van, amit még idén szeretnék gyorsan változtatni így ebben a hónapban magamon, az pedig az, hogy ne panaszkodjak annyit, ugyanis nem vagyok egy nagyon paraszt. Szóval nem vagyok egy nagyon-nagyon panaszkodós ember, és sőt, alapvetően nagyon pozitív vagyok így mindig. Viszont, ha nem is hangosan, vagy másoknak, de egyszerűen magamban, nagyon-nagyon sokat panaszkodtam mostanában, mert a suli kicsit bedurvult, nagyon sok vizsgám lesz, túl sok volt a beadandó, meg úgy minden egyszerűen csak a sötétség, az, hogy korán sötétedik, az is így rám nyomta a hangulatot, és a lényeg az, hogy nagyon sokat így elégedetlenkedtem magamban. Szóval, most szépen lenyugszom erre az utolsó egy hónapra, és megpróbálok kicsit így hálásabb lenni, és nem pedig panaszkodni. Szóval ajánlom nektek is, hogy erre az egy hónapra, hogy tudjátok, ne új évben változtassunk valamit, hogy fogadom ezt meg azt, és majd most jobb leszek, hanem még használjuk ki azt, hogy van egy hónap, és próbáljunk meg most valamit változtatni magunkon, szóval ezt gondoljátok mindenképpen át, és hogy motiváljalak titeket egy kicsit ezzel, ugye minden karácsonyi videóban szokott lenni egy gyereményjáték is, és ugye közületek fog valaki. Most ebben az esetben 3 darab Nixes csomagot, vagy Nixes terméket megnyerni. Ez 3 ilyen szájfény van ebben a kis lollipop csomagolásban. Aztán van egy nagyon-nagyon szuper lilás ezüstös highlighter. Ez a legizgalmasabb szerintem nekem az összes közül, szóval ez annyira nagyon jól oda tud ütni, főleg mondjuk szilveszterkor. És a harmadik pedig egy doboz, amiben szintén van 2 szájfény, és ez a 2 pedig nem tudom, hogy micsoda, talán körömlak, amik szintén csillogósak, de lehet, hogy valami más, csak azért nem tudom megmondani, mert így le van az egész fóliázva, és nem akarom felbontani. Szóval meglepetés lesz annak, aki ezt nyeri. A videó végén pedig elmondom, hogy mit kell tennetek ahhoz, hogy megnyeressétek ezt a csomagot. Túl sokat beszéltem, szóval annyira büszke vagyok erre. Van egy karácsonyfám. Tavaly vettem a Pepco-ban, kb. A Pepco egyébként a legeslegjobb hely ahhoz, hogy vásároljatok úgy bármilyen háztartási eszközt, mert nem is háztartási, hanem ilyen háztartási kelléket. Ugyanis nekem nagyon sok konyhai eszközöm, és a karácsonyfám is onnan van. Konkrétan szerintem ilyen 1000-1500 forint lehetett még tavaly,
és nyilván egy műfenyő, de tök jól ki lehet így hajtogatni, és hát ez konkrétan az a méret, ami egy igazi lakásméret szerintem, szóval ennél nagyobbra nem is lenne szükségem. Az képest, hogy olcsó volt, hát így hullanak a szálak belőle, de nem olyan nagyon vészesen, a hajam jobban hullik szerintem, mint ez, úgyhogy... Szóval nézzük azt a dobozt, amit tavalyról félreraktam. Van benne egy virgács, és ezt nem tudom, hogy ezt honnan kaptam, vagy hogy miért. De mindegy, van. Ja, igen, emlékszem, hogy vettem tavaly direkt videókhoz a Mikulás sapkát, és ez is pepkós, és 80 forint volt. Szóval olcsó hely, nagyon jó olcsó. Ez is pepkós tavalyról, és ezek a karácsonyfa díszeim, tehát ilyen kis csillogó piros gömbök, és ezen 590 forint volt. Szóval én úgy gondolom, elég olcsó, megúsztam ezt. Itt van fölöttem ez a kép tartó, és arra volt... Istenem, szóval arra volt itt végigrakva. Még meg kell keresnem az elemet bele, de egyébként világít. Amióta beköltöztem, eléggé nagy mániám lett a párnáknak, a párnahúzatoknak a vásárlása. Nem mondom, hogy olyan sok van, mert visszafogom magam mindig, de ha tehetném, akkor hetente cserélgetném a párnahúzataimat, mert egyszerűen annyira imádom, hogy így ránézek a kanapéra, rend van, és párnahúzat, így valamilyen párhuzat rajta, na mindegy. Ezt most már eléggé csúnyának találom amúgy, de tavaly ezt rendeltem még eBay-ről pár száz forintért, mert tavaly okosabb voltam, és már novemberben elkezdtem berendelni ilyen karácsonyi dolgokat. Idén ez nem jutott annyira eszembe, meg nem is akartam annyira foglalkozni még ezzel, úgyhogy ezért élőben vásároltam pár holmit. Idén még, amiket beszereztem, azokat gyorsan megmutatom. A H&M Home-ba keveredtem el, és nagyon-nagyon régóta szemeztem már ott pár dologgal. Alapvetően a H&M Home-mal és az Zara Home-mal is az a bajom, hogy eléggé drágák, viszont meg lehet találni azért olyan termékeket vagy leárazásokat, amikor igenis... jó árakért szerezhetünk be dolgokat. Azért is mondtam, hogy tök mindegy az a tavalyi csúnya párnahúzat, mert idén vettem kettő újat, és ezeket szerintem hagyni fogom egy jó 2-3 hónapig még fent a párnáimon. Mind a kettő egyébként azt nézem, hogy 1300, tehát 1300 forint volt mind a kettő. Mind a kettő a Conscious kollekcióból van, ami ugye az újrahasznosított anyagú H&M-es kollekció. És vettem egy terítőt is, egyébként nem csak a karácsony miatt, hanem egy darab terítőm van jelenleg, egy sárga, és amikor eléggé koszos lesz és ki kell mosni, tehát hogy jó, hogyha van még egy terítőm, és akkor tudom cserélgetni őket, szóval vettem még egy terítőt is, nagyon-nagyon lelkes vagyok, és ez is egyébként a Conscious kollekcióval van, és 3000 forint volt. Úgyhogy őszintén én drágábbra számítottam, tudtam, hogy terítőt akarok venni, és azt hittem, hogy ez meg ilyen 5-6000 forint lesz, de nem. Gyertyák, amiket meg kell hagyni mostanában, mindenkitől azt hallom, hogy ezek a H&M-es gyertyák mennyire jók, mert nagyon-nagyon jó gyertyákkal jöttek ki, és ez nem szponzoráció, egyszerűen csak imádom őket. Ez volt 2000 forint, szóval 2000 forint és egész karácsony, vagy egész hónapban ezt a gyertyát fogom égetni. A másik pedig egy kis fahéjas, és ez 790 forint volt. Hát ennek állam illata van, nagyon-nagyon jó. Még a Tigerbe beugrottam még egy égőért, mert nem tudom előre, hogy melyik működik, melyik nem, meg hányat akarok felaggatni, úgyhogy... És akkor most nekiállok, kidekorálom az egész lakást, aztán körbenézzük, hogy mi hova került, miért oda került, és remélem, hogy ötleteket adok ezzel nektek is. Tehát itt lehet nálam a nappaliba bevenni. És itt van egy tükör, ami szintén van egy égősor, de az egész évben ott volt, csak soha nem kapcsoltam be. Úgyhogy most bekapcsoltam, hogy emlékezzek rá, és mint látjátok, jó, itt látszódnak a lámpák, mindegy. Sajátos kép rólam. Nagyon karácsonyi. Szerintem még soha nem videóztam ennyire távolról. Tehát szerintem eléggé egyértelmű, hogy tehát itt van ugye a karácsonyfa, itt az egész kanapé, itt már a nappalinak a vége van, és fölöttem pedig a Polaroid, illetve én Instax-géppel készült képeim vannak, amiket most már évek óta gyűjtögetek, és mindig, hogyha készül egy újabb, akkor maximum a régi elé teszem, hogy elférjenek. És egyébként valaki kérdezte, hogy ezt a képtartót hol vettem, és így sehol, ugyanis kettőszög van a falba beverve, és egy zsinór pedig így átkötve, és kis csipeszeket vettem, amivel felakasztottam a képeket. Szóval ez ilyen nagyon DIY-ba készült, még mikor ide költöztem. A
anyát, azt már rengetegszer láthattátok, mert ugyebár minden főzős videó az nálam készült, úgyhogy azt hiszem, hogy nem kell most mutogatnom, mert itt még teljesen káosz van. Viszont sikerült felraknom a terítőt, és mint megtudtam nemrég, ennek a neve pedig az, hogy futó, amilyen hosszúkás terítő, és csak félig van rajta az asztalon, vagy nem is tudom, hogy fogalmazni. Szóval nem mindegy, nekem ez nemrég derült ki, és van egy ilyenem is, már nagyon régóta. És színben is pont passzol hozzá, szóval szuper. És a két gyertyát, amit vettem, azt beraktam egy ilyen kerámiatába. És még nem gyújtottam meg őket, mert még le akarom fotózni, és nem tudtam eldönteni, hogy úgy akarom lefotózni, hogy már égnek, vagy úgy, hogy még nem. De mindjárt ki fogom próbálni, mert annyira kíváncsi vagyok az illatokra, miközben ég, úgyhogy ez lett az asztallal. Tehát itt volt ugyebár az asztal, ott van a hűtőm bent, és ezen az részen pedig van egy rács, ez a Tigerből van, még egy élvettem, és növényfogú rács volt a megnevezése, vagy valami hasonló, de nagyon-nagyon sokáig kerestem valami ilyet, mert régóta fel akartam már díszíteni valami ilyesmi rácsot, szóval erre is raktam ugyebár égőket, és különböző fényképek, meg képeslapok vannak rajtuk, illetve ez a rajz, ezt Hanna rajzolta nekem, és rám bízta, hogy a lakásba mindenképp hozzam be, és tegyem ki. Szóval, hogyha majd megmutatom neki ezt a videót, akkor nagyon fog neki örülni, hogy látja, hogy a lakásba került a rajza. És itt pedig van egy komód, és azt pakoltam teli dolgokkal. És igazából körbe is értünk, ugyanis ez itt az íróasztalom, az ablak alatt, ahol sminkelni szoktam, meg hát tanulni azt nem itt fogtam, szóval igazából csak a papíraimat tartom itt, és hogyha itt tovább megyünk, akkor fények az ablakban, szóval itt van még egy sima asztal, és ott pedig már a kanapé, és még egy fény. Remélem, hogy tetszett nektek ez a videó, köszönöm, hogy megnéztétek, és akkor még gyorsan térjünk át a reményjáték részére. Ahhoz, hogy egy valaki tehát megnyerhesse a Nixes ajándékcsomagot, ahhoz nem kell más tennetek, mint feliratkozni a csatornánkra, hogyha még nem vagytok. És hogyha gondoljátok, kapcsoljátok be a kis csengőt a feliratkozás gomb mellett, mert akkor mindig kaptok róla értesítést, hogyha egy új videó kerül fel. És ezen kívül pedig kommentben megírni azt, hogy erre az egy hónapra ti miben fogtok változtatni magatokon, magatokban, a környezeteteken, vagy úgy bármiben, amiben még jobbá tudjátok tenni azt, hogy ez az év hogyan is zárul. Egymást is tudjuk motiválni a kommenteken belül. Szóval le fogom írni azt majd, hogy mikor lesz a sorsolás, és a nyertes nevét is majd azon a napon, úgyhogy sok sikert kívánok mindenkinek, és további jó hangolódást a karácsonyra. Sziasztok!